Ott folytatjuk el az előbb a Bajtuk Német Zsófiába, ugyanis Csermely Ákos, az internethangeri alapító főszervezője, a stúdióba belépve azt kérdezte, hogy hozzátehetne az elhangzottakhoz bármit. Természetesen, szervusz, páncsát! Jó, jó reggelt! Vidám hajlalt, jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Arról van szó, hogy... Az idei 25 éves internet hangeri, azon kívül, hogy a jövővel és, a, és nagyon sok filozófiai kérdésekkel is foglalkozik, az egyik fő kérdése az, hogy vajon a magyar média és marketing szakma és a versenypiac mit tehet azért, hogy a globálisok ne vigyék el a kultúránkat. Hiszen, ha a gyerekek állandóan nyomkodják a telefont és rövid videókat néznek, és nem alakul ki bennük az olvasás, nem alakul ki bennük a olvasás szeretete, a tartós odafigyelés, a szövegértés, és most még nem. Nem alakul ki, ugye régen szerszámokat készítettünk, aztán most már írunk tollal, kialakul a motorikus mozgás. Tehát én azért kérdeztem, hogy hozzászólhatok-e. Van egy nagyon-nagyon csúnya hasonlatom. Egyszer azt mondta egy onkológus barátom, hogy Ákos azért legyél kövér, mert ha egyszer baj lesz, legyen miből fogynod. Elnézést a hasonlatért, ugyanezt tudom mondani itt is. Nekem van egy csodálatos nagyvátyám, keresztapám, aki 11 nyelven beszél, 84 éves, és a mai napig tanul folyamatosan, és azt kérdezem tőle, miért tanulsz? Hát azért, hogy minél később legyek, hegymeres uh -huh. vagy devien. Na, szóval, hogy ezért akartam csatlakozni, hiszen az internet Hungary pont arról szól, az egyik fő mondani valunk az az, hogy vajon mit tudunk mi tenni azért, hogy a hazai kultúra fennmaradhasson, és ne vigyék el a globálisok. És akkor most Befejeztem. megjelent a szimbólum. amikor az utolsó csepp, az utolsó lecsap. csepp lecsap, és a hát, fekete hattyú. Így Én, van. egy picit fordítsd le ezt a, a, a Igen. Uh, Hát az Internet Hungary egy pentológia, egy ötrészes sorozatnak a utolsó befejező része. Hangsúlyozom, a napi gyakorlati életre fordítottuk le mindazt, amit én teremtéstörténetnek veszek. Először vettük a teremtéstörténetet, aztán vettük a mit teremtettük, kik vagyunk mi emberek, mit csinálunk most ebben a világban, és most egy kicsit előre nézünk. Azt gondolom, egy ja, nagyon fontos, mindig lefordítjuk 2023-ra, amikor elkezdtük, 2024-re és 25 re tehát ez egy story, amit ráteszünk a, te, a, a teremtés történetre, de mindent lehozzunk a hazai versenypiac, a, a, a média területére azt gondolom, és ahogy így olvasgattam, meg tanultam, ugye, hogy én is minél később legyek az helymeres, eh, ahogy tanulgattam, azt vettem észre, hogy, hogy a nagy paradigmaváltás előtt óriási kilengések vannak, ugye nincs olyan nap alatt. A történelem mindig megismétlődik, ugye az károsul, aki abból nem tanul, de hogy, és én azt látom most, hogy 95 óta, mióta van internet, aztán 2001 a torony, 2008, nem mondom végig az egész sor, akkor a kilengések kezdenek lenni, most már aztán ott van egy világ átrendeződés, ugye Amerika, Európa, régió, kelet, kelet között, meg a piacon is, a globálisok térnyerésével jönnek a, a a, a keleti nagy áruházak, ö, ö, ezek össze fognak adódni és valami hirtelen ki fog alakulni. Na most a fekete hattyú, ez egy Nassim, Nikolán Nassim Taleb nevű milliárdos, ettől lett milliárdos, közgazdász, filozófus, hirt rá arra, hogy mi a fekete hattyú, ő nevezte el a fekete hattyút, hatást, ami nagyjából úgy hogy tudjuk majd, hogy mi történik, de nem tudjuk mikor és hol, de annak, ami történik a hatásra, sokkal tovább nyúlik, ugye látsz még a, 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 a pillangóknak a, a csapkodása. Ami a baj, hogy a jeleket, nem minden jelet látunk előre, ezért az ami a mi címünk, fel, ö, Felkészülni a felkészülhetetlenre. Uh -huh. Mert ugyanis van egy másik könyv, most nem kezdek el ajánlókba belemenni, egyébként a fekete hagycu című könyv létezik Magyarországon, hogy azok az emberek, akik előre kitalálják a jövőjüket valamire, olyan, mint a sak, Ugye kitalálunk többféle verziót, elkezdünk sakkozni, ez nem jött be, ő azt lépte, mi azt fogjuk lépni, stb. Tehát, többszörösen kimutatott, kutatások által kimutatott tény, hogy aki a saját életében, a cégében, a versenypiacon, tehát bárhol, bármilyen dimenzióban megpróbálja kitalálni, hogy mi fog vele történni, mi fog az üzletével történni, és arra protokollokat állít föl, útvonalakat állít föl, nem biztos, hogy az fog bejönni, de legalább van egy táj, ahonnan a táncot el tudja kezdeni. Abba hagyjam, mert ezt egy tudok beszélni. Szerintem Feri nem, szerintem Ferinek még van egy jó, kérdés. Tessék, legalább. Legalább. Tehát, hogy az, az tűnt, azt írjátok a, a, az ajánlóban, hogy egy, egy fordulatra, forduló pontra számítotok, de milyen jellegű fordulatra, illetve ez a bizonyos fordulat hogy érinti a, a konferenciára, Elvárt résztvevőket. Menjünk, vendégeket. Hány percen van tíz? Egy, egy. egy. Jó. Ö, tehát a, a, a kereskedelemben, a marketingben és a médiában belül is óriási változások vannak, és ezek áthatnak egymásra. Ezeket ugye úgy úgy hogy triggerek hatnak, vannak az exponenciális gyorsulások, és amikor ezek találkoznak, inflexiós pontok alakulnak ki, ahol nem tudjuk, hogy ez gyorsulni fog, vagy kioltja egymást. De. Ha csak a médiát nézzük, hát mi volt? Én, amikor televíziós voltam a 80-as években, 4,5 millióan néztek, ma pedig esténként a nézők kegyeiért azonosan verekszünk a nem tudom milyen videó megosztókon, majdnem kimondtam, de vagy, vagy, tehát, hogy alakul át a figyelemgazdaság. Ez hogyan hat a marketingre? Hát, lássuk be, ma már 7 millió embert bárki el tud érni, én is el tudok érni, sajnos úgy, hogy nem kell hozzá hagyományos média. Na de akkor mi történik? Ha van egy nagy hiperlánc, aki idáig annyi pénze volt, hogy a televízióba tudjon hirdetni, de hirtelen nem lesz annyi pénze, mert jönnek mondjuk keletről, vagy most tök mindegy honnan, valahonnan jönnek, akik jobb kereskedők, már nem lesz pénze megvenni a televíziót. Akkor ki, hova megy? Bemegy a digitális térbe, de a digitális térbe sok szeretettel várja a végtelen mennyiségű versenypiaci szereplő, és ennek vannak komoly hatásai, hiszen lehet látni a hipermarketeknél, némelyiknél, hogy a 2500 négyzetméter már csak lement 600 négyzetméterre, a 40 ezer árucik lement 12 ezer árucikre, és ez elkezd kulminálódni. És ez elkezd, akkor ez visszahat. Ha a médiának, ha a tévé nem kap reklámköltséget, miből fog csinálni műsor? És akkor ott van a televíziónak a terjesztési oldala, akiknél, ugye a kábeltelevíziós fejállomásoknál már nem egyértelműen érdeke a kábeltelevíziós fejállomás tulajdonosának, hogy csak a hazai televíziót terjesze, hiszen ott vannak a nemzetköziek, amik lényegesen olcsóban, könnyebben tud abba hagytam október 1-2. Akors köszönjük szépen, nagyon izgalmas a téma különben, főleg a médiában Abszolút, dolgozóknak, igen, szóval igen. október 1-2, Siófok Internet Hungary. Köszönjük, igen, hogy itt voltál. Megyek vissza aludni. Jó, jó, jó.